megy egy kislány és az édesanyja az ösvényen, és az ösvényen egy hatalmas szikla áll középen. A kislány megpróbálja arrébb lökni, de nem tudja. Próbáld meg, édesem, mondja a mamája, megint neki megy, nem tudja. Na próbáld meg, újra neki megy. Kislányom, próbáld meg tiszta erőből. Neki veselkedik, próbálja arrébb lökni, nem tudja. Kislányom, tiszta erőből azt jelenti, hogy kér segítséget. Most ez a Lehetsz Te is vállalkozás kedv csináló nap tulajdonképpen egy Erasmus Plus-os nemzetközi együttműködésnek az első nyilvános programja. Ez egy 2 éves program, és a vállalkozói kompetenciának a fejlesztésével, ennek a körüljárásával, kutatásával és a gyakorlatba való áthelyezésével foglalkozik. Ez a 4%, amit én kitettem, ez valójában egy kicsit még negatívabbra fordítottam, mert valójában 4,6 az egészen pontos szám. Ennyien vannak ma Magyarországon azok az egyetemisták, akik azt mondják, hogy el tudják képzelni, hogy vállalkozók lesznek, ha elvégezték az egyetemet. Ez döbbenetesen nagyon-nagyon-nagyon alacsony szám. Tehát egyébként nagyjából a V4 országok pont így állnak, de ez ijesztően kevés, mert a vállalkozásokra nagyon nagy szükség van minden gazdaságban. Úgy így átgondoltam, az elmúlt 25 évben egy csomó olyan helyzetbe kerültem, vagy szinte csak olyan helyzetbe kerültem, amikor valamilyen új helyzetet kellett kialakítani, tehát ezt a bizonyos startup szemléletet, amit a Gigi is mondott, de ugye még évtizedekkel ezelőtt nem használtuk ezt a szót, de ma már tudjuk, hogy ezt így hívják. Tehát vagy ilyen helyzetekben találtam magam, vagy pedig olyan korábbi helyzeteknek a megújítása, átgondolása, újrahozalozása volt a feladatom, amit meg ma mondjuk ilyen change managementnek nevezhetnénk. Azt éreztük, hogy ez a város, amiben élünk, az egyszerűen nem alkalmas arra, hogy éljünk benne, és hogy a 2010-ben nem volt olyan politikai környezet, hogy mondjuk bárkitől elvárhattuk volna, hogy ezt meg fogja csinálni. És ezért így azt gondoltuk, hogy akkor nekünk kell ezen valamit változtatni. Annyira megéri egy jó közösségbe tartozni, hogy az ember onnan nagyon-nagyon nehezen tud kilépni, mert tudja azt, hogy ha nincsenek ilyen értékek, ilyen emberi értékek, akkor a plusz pénzt, amiért választhat egy másikat, vagy a terapeutánál fogja elkölteni, vagy a kocsmába. És ugye ezért szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy muszáj kívánni a változást, tehát hogy csak akkor lehet ilyen nagyon nem tudom én erőteljes dolgokat csinálni, hogyha ez a változásra való igény, ez elég sok dűvel és nem tudom én érzelemmel rendelkezik a háttérben. Kommunikálni egyféleképpen kell és érdemes, szerintem hitelesen és őszintén. De hát ez azt mutatja, hogy van egy valószínűleg egy nagy félelem azzal kapcsolatban, hogy is lehetne ezt csinálni. Mindenkit lelkesítek, rengeteg jó hír van, nem fogja a mesterséges intelligencia elvenni azoknak a kenyerét sem, akik olyan iparágban helyezkednek el, ami nem feltétlenül az adott pillanatban legdivatosabb szektoroknak a tevékenységéhez kapcsolódik. Két út van, legalább két út biztos van a zajból való kihallatszásra. Az egyik az, hogyha megpróbálod túlkiabálni, a másik meg, hogyha fülbe akarod súgni az üzenetedet annak, aki melletted ül, és abba bízol, hogy ő majd továbbadja. Nincs Maugli, nincs farkasember, mi társas lények vagyunk, akik kapcsolódnak egymáshoz.